Nos, tátok, sziasztok, én Dylanál vagyok, és itt vagyunk Jackkel. Hello, hello! Egy újabb GTA-s videóban összekerültünk hosszú évek után, és azért vannak itt az autók, mert autót akarunk rájtani. Így van, tökéletesen le is írtad a videó lényegét. Nem tudom, hogy hány embert érdekel, de hogyha néz egy bizonyos nevezetű Szabolcs a videót és magára ismer, akkor ő általa küldött érdekességet kerestem, mert nem annyira szembeötlő volt a helyszínen, és miközben kerestem azt a valamit, amit ő küldött, az alatt észrevettem, hogy hát az a valami elég jó helyen van, és akkor most ezt tudom hasznosítani ebben a videóban, nem az érdekességes videóban, hanem az autórejtős videóban. Úgyhogy, ha nézi a videót, akkor üdvözöljük innen is. Ja, hello, hello. Aha, jó. Én itt nyomom a gázat úgy, hogy szakad szét szegény, Jack így nyugodtan így leelőz, így megsárőlteti magát. Na jó. Csak fél gáz és négyesbe. Itt van a kolléganő. Itt áll egy kurva. Ja, mi? mi van? Ezt nem én mondtam. Na várjál. Akkor most legkérdő, ugye mi a... Először a 8F1-est, és utána pedig a... Hogy hívják? Oké. Okay. Ah, te fegy, azt megkapta. Szerintem ennyi... Ja, jó, semmi. Kell egy... És aztán majd küldjük a képet, mikor visszaérünk ott, ahol kezdtünk. Uff. Hát végül is terepre jöttél, terepjára. Ez volt közelebb. Na figyelj, figyelj. Ott nézek, a cső nem csatlakozik a földhöz. Ott. Aha. Small mistakes. És az egy, és figyeld a lépcsőnél. Ott a gerendája a lépcsőnek, vagy mi a fasz. Ne. Mennyivel távolabb van a földtől. Ez már nem small, ez azért kurva nagy. Aha, de jó. És miért nincsen még? Ja nem, az már nem ilyen. Tud. Ja, én is ezt néztem, hogy itt érdekes, hogy hozzáér ezen az oldalon, a másik oldalon szembe meg nem ér hozzá, meg annak a lépcsőnek ott a gerendája írja a földet, ennek meg nem. És tényleg. De durva. Igen, mert itt egy kicsit magasabb a talaj, gondolom ehhez méretezték, és elfelejtették, hogy várja meg. Azt az egyet nem akarták. Érdekes, hogy itt is, de tudom, ez a cső már benne van a betonban. És igen, másik... ezt mondom. Ja. Vagy a másik felől meg nem. Tehát, hogy fura. Még valahol állíts bele, na én értem, hogy van lyukam, de hát azért na. Okay, minden lyukamat nem kell megtölteni, de... Nálam ez egy kicsit furán nézett ki, kíváncsiak nálad, hogy nézett ki. Na, kellemesen. Kapcsoljunk displayt, valamint én kapcsoljuk displayt. És akkor... Küldünk képet. Így van, így. Jó, hát azért bász egy hűtő torony mögé, hát... Nagy milyen hűtőt kémény meg? Nem, légkondi mögé, meg busz, hogy fényképet takarja ki. Na jó, hát akkor látsz, én is egy helyszínt lövök beléjes, akkor jó, szerint... Jó, én viszont itt lök el, hello? Hát de te már belőtted, ez így nem ér. Én azt jó, és... Mit hittél? Itt vagy, megtámadtok? Ne támadjatok meg, léci. De mit hittél? Nem tudom, elfelejtettem. Done. GG. És megvan a kocsid. Hát... Okay. Gondoltam, hogy először... Mikor ránéztem a térképre, valahogy éreztem. Amikor... láttam a helyszínt, mondom, merjem megkerülni, vagy inkább nézem meg a garást. Mert ha megkerülöm, akkor lehet a garázsba lesz, azzal te megtalálod te az enyémet, és akkor utólag már mindegy lesz. Állj, meg várj, azért meg akarom nézni, hogy ott van-e, ahol gondoltam. Csak már rájöttem onnan. Nem, ahol én vagyok. Tehát ahol a te autód van. Mi? Kíváncsiak, megtalálom az autódat. És hát akkor mit csinálják? Nem menj még az semmi... autót, az ennyi a lényeg. Ja, ne csinálják semmit, jó. Aha, megvan. Mármint a helyszín. Az 100%, hogy innen fotóztad, mert... Még tiszta véletlenül is becsattantam a izébe. Hát azért, na. Akkor nem olyan jó helyszín.
Erre akartam felmászni, nézzek körbe, hát hogyha valahol meglátom, erre így benéztem és megvan. Akkor mégis olyan jó helyszín, mint ahogy gondoltam, mert én azt oda gyűk... Otthonban ismertem fel. Az építős épület, amit építenek, plusz ja. a graffiti a feljáron, tehát hogy aha. elég könnyen lebuktam. Hát igazából azt úgy képzeltem el, hogy az úgy lesz, hogy ide jössz, és akkor kb. Meg hát legalább egy percet keresed, hogy többet nem mondjak, de ahhoz képest, hogy első kanyarból megkapod, ahhoz képest nem olyan jó helyszín, de végül is sikerült. Hát na jó. Tehát srácok, itt vagyunk, én a Voltikot hoztam, ugye egy kis aranyos autót. Zoli meg a Tempest. Milyen Zoli? Norbi. Zoli. Nem tudom, hogy honnan jött a Zoli. Na mindegy. Szóval most ezeket fogjuk rejtegetni. Nekem megint ötletem nincs, hogy hova, de majd kitalálom. Egyet furikázom. Ó, és levette azért a markert, és én hova francba tettem. Szerint. Ja, megvan. Háj, szabasz! Kurva ennyi. Nekem így nagyba így idejű volt, hogy háj, hát hájas az anyát. Most fogytam le 12 kilót, te buzi. Az a probléma szituációja, ezt nem 100% biztosan tudom, hogy hol van, de nagyjából. Yeah, maybe that's it. Okay, good luck, have fun. Lehet, hogy ez egy gyorsabb autó kellett volna. Bemegyek ide a kaszinógarázsba, kiveszem az autót, egy gyorsat, és elmegyek azzal, és aztán te keresheted az enyémet. Tényleg amúgy itt keresem, most nézzel, nincs sehol, és kicsit így van az a mém, amikor az a jó lopott kocsis zsaruk meglátták, oké, jól van, oké, jó. Csak így hallod, csak így mondod, hogy azt a kurva, milyen jó, ha erre elrejtetted már. Ja, gyere, mert mutatom, hogy hol van, odaérünk, és akkor csak fú, baszki, várjál, personal vehicle-ben ülök. Van az a mém, ahol egy ilyen majomszerű valami ott kicsit oldalra néz, tehát így félre néz, mint hogyha nem róla beszélnének. Na ugyanúgy így... Igen, igen, ismerem. Észreveszed, hogy personal vehicle, azt csak így mondod, hogy nem rólad van szó, nem, de hogy... És leráztam, na jó, akkor reméljük tovább nem köröznek. Oké, azt mondja, hogy itt erre. Itt így. Aha. That's right, motherfucker. Várj. Aha. Maybe this is the shit that I'm searching for. Komoly. Aha. don't fuck me. Olyan random jöttem. Hallod, itt, amikor mondod a Dead by Daylight, vagy ez a zombi, vagy mi a franc kárgát. Na pont ugyanígy mondom, meg fogod találni. És így, tehát így mondod, hogy megtaláltam, és utána én futok egy 5 métert, és a sarkon túl ott lesz a te autód. Na jó, lássuk, tehát jó, folytassad, lássuk, akkor ez így van, lássuk, hogy akkor, várjál, hol vagy? Au. Jelenleg most zörgök le a hegyről. Azt tudja, hogy jó helyen vagyok, mert a fotó innen készült, csak hogy most melyik szírt mögé rejtetted, vagy melyik bakorba. Itt az a kérdés. Baszd meg, hogy bírtad így elrejteni ezt a szart? Perejtette a víz alá. Hát nem jó, de akkor én se látom, vagy nem tudom. De vajon, ha nem hívom le, elszpónol? Tehát, hogy berejtem a víz alá, ugye akkor tönkre megy, de ha nem kérem újra, akkor elszponul a roncs. Egy idő után, igen. Na hát akkor nem rejtettem a víz alá. Yeah, I got that. Csak hülye... hogy a kurva száll. Csak így kíváncsi voltam, hogy a reakciód az mi lesz, amikor megtalálod. Itt van a fa alatt, napozik. Pont, hogy nem, de na. Valahogy meg kellett oldanom, hogy ha már a helyszín rossz lett, túlságosan belátható, akkor valahogy találjam fel magamat. Hát én is így voltam vele ott a városban. És sikerült is, tehát az is jó helyszín volt, tehát nem mondom, hogy rossz. Ja, nem volt rossz, abszolút. Oké, hát akkor mehetünk. Nézd csak meg! Látod, őt már le tudnám úgy ütni. Állj meg! Jó, na gyere, kezdünk rejteni most már. Én elmentem. De várjál, hát nem köszönjünk? Ja, akkor nem, jó, oké. De mit köszönj? Hát nem tudom. Hát ez egy videóban megy a három, nem? Hát de, hogy
harmadik felállítás jön, és ja. De ezt eddig te nem vetted? De, csak gondoltam, hogy még egy, ez lesz az eleje, hogy mondod, hogy harmadik csapó, és izé, de hát akkor ne. Most már tök mindegy. Na jó, én azt hiszem megtaláltam nagyon ezen a helyszínt, mert újra kellett gondolom az egészet, tehát valahogy amit én kitaláltam az nem jó. Amúgy az a baj, hogy esik, tehát így én megcsom a képet. Hát várjál, még rejtem az autót. Nem az autó rejtése van a baj, hanem azzal, hogy... Nekem igen. Hogy borús az idő. Most értem vissza ide igazából. Jó, te már rég jól van. Állj meg. Na, csak jó lesz a kép. Jézus Krisztus! Nem tudtam mit csinálni, hát esett az eső. A kurva életbe. Hát... Hogy vittette ki szigetre? Nem tudom, merjek-e mondani valamit. Tehát, hogy csak... Hát bazd meg, mondjál kurva szádat. De az már segítség, de rá fogsz jönni, hogy hol van. Tehát egy baromi egyszerű, várj csak. Amúgy igen, tehát ha nagyon nézed a képet, egyszerű helyszínen van. Hát nagyon nézed, faszom, köd van. De észreveszed, nyugi, nem szar a helyszín. Nem szar a helyszín. Ott meg fogsz veszni. Szerintem fel fogod akasztani magad. Mi van egy olyan érzésem, hogy betetted a labirintusba? Miért van egy olyan érzésem, hogy kurvára nincs igazod? Hát... Szerinted a labirintussal ennyit szenvedtem volna? Hát szerintem oda be se fértél volna, de... Ez meg a másik. Azt nem lehet izé táncolós autóval alakítani. Mindig itt van egy ilyen öreg fazon, hát menjen haza, hát vírus van. Rá a legveszélyesebb. Maradjon otthon. Jó, hát itt... Látod, Los Santos nem nagyon ér. Mekkora durva lenne, hogy GTA Online-ban le lenne csökkentve a forgalom, meg nem lennének pedek az utakon. Érted, hogy kapna 5 csillagos körözést, mert nincsen nálad, nem tudom, igen. Papír. Meg jó, hogy csak rendőrök járkálnának az utcákon, és hogyha egy a rendőri mögötted így elkezd szirénázni, és nem húzódsz le. sőt, rád egyből köröznek. Tehát, hogy csak így elmész a rendőr mellett, és egyből üldöznek meg koronavírus. Megkitetted a lábadat. És akkor nem tudnál ilyen heistokat indítani, meg koronavírus van. Nem hívhatnál be embereket, mert... van. Létszámcsökkentés, és egyedül maximum 2 lehetne. Jó, mindegy. Értem. Ez az! Megvan. Fú, bazd meg. Fúhú, eleinte azt hittem, hogy rossz helyen vagyok, és rossz helyen is voltam, mert igazából pont a másik oldalon voltam. Aztán elkezdtem gondolkodni, hogy de várjál, mi van, hogyha a másik oldal a füves és nem sivatagos, és akkor így átjöttem a másik oldalra. Szép. És igen, amúgy tényleg könnyen felismerhető volt a hely, onnan, hogy a sarkán látszik a motorosoknak a bázisa. Pontosan. Kicsit későre telt, sokba telt, mire kivettem. Amúgy jól beraktad a bokorba, csak... Abból volt szerencsétlenséged, úgy levittem az ajtódat, bocsi, hogy abból volt szerencsétlenséged, hogy pont abból az irányból jöttem, ahol kilátszott. Hát az a baj, hogy sajnos nem látszik tökéletesen a rohagy meg te szemétláda. Az, hogy... Na, mit akartam? Azt, hogy nem teljesen takarta semmi felől a bokor, tehát végül is. De a másik irányból, amelyikből jöttem, tehát a... Hát jó, én megnéztem, és többnyire nem annyira takarta. Tehát az a bokor, jó, az csak így volt, hogy... Lehet, hogy neked le vannak véve a grafikai beállítások. Nincsenek le véve. Vagy ilyen. Hát pedig akkor nem tudom, hogy nekem hogy van az, hogy nekem több van, mint neked.
több bokor, mert nálam teljes takarásban volt az autó, majd meglátod. Hát én nem szóval, nekem is pedig fel van véve, és... Na jó, ha meg nem haragszol kocsit, itt hagyom, mert nem tudom kiszedni. Itt hagyom. Ja, megkaptad te is? Megkaptam, igen. Hát azért mondtam, hogy rohagy meg, mert tudtam, hogy itt lesz a vézébe, a labirintusba, csak ugye mondtad, hogy mennyire nem az, és mondom, hogy nem biztos... Nem volt a labirintusban. Nem hazudtam. Nem vittem be. Ott volt a szélén. Jó. És ami nem oda akartam, csak olyan szinten beragadtam, hogy végül már feladtam, és akkor úgy becsúszott a benne, és akkor azt mondtam, hogy itt jól van. Hát nem, mondom, hogy az volt, várjál, hogy... Várjál, mert oda megyek, és kiszedem, megmutatom, hogy kell kiszedni. Én már jöttem az a baj, de mindegy, akkor vissza meg. Na, vissza oda, mert úgyhogy... Ja... Mondom, ugye mondtad, hogy mit tudom, hogy hova ragad be, hát mondom, labirintus, ott egyenes utak vannak, tehát nem tudod, hogy tudnád oda beragasztani, hogy valami. Mondom, akkor jól van, tehát az, hogyha tényleg sehogy se kapom meg, akkor az ott nem dobjuk el az ötletet, mert lehet, hogy ott lesz. De azért, nem tudom miért, felmentem a tetőre. Nem tudom, hogy miért, tehát hogy hogy jutottál volna fel oda, nem tudom, de a tetőn kezdtem a keresést, ezt így magyarázd meg, hogy miért. De az egy jó ötlet volna abból a szempontból, hogy körbenézel. Nem ezzel az indokkal mentél fel. Hát ezzel az indokkal mentem fel, amikor kimondtad, hogy megvan az autó, mert akkor pont onnan mentem fel a lépcsőn, és néztem rá a labirintus, és észrevettem a kocsinak az órát, azt hiszem, motorháztetőt, és akkor megcsinált az a feketesség, mondom, az a nincs. Az a feketesség, az mondom, az biztos, hogy nem a, mit tudom én, egy virág, vagy akármi, ami benne van, hogy az biztos az autó, de hát... Mondom, oké, jól van, nem szakítunk félbe, te nyertél, és kész. Háj. Na szóval, mutatom, hogy hol volt az eredeti terv. Milyen szép kocsid van. Ja, hogy az az enyém? Értem. Igen. Menjek oda le utánad? Mhm. Uh-huh. Ja, jó. Na az eredeti terv valahova ide volt. Hát nagyon örülök, hogy nem ez lett, mert a hegyek azok nem a barátaim, úgyhogy valahogy vannak, örülök, hogy nem az sikerült. Az, amikor meg akartam kerülni hátulról a labirintust, akkor becsúszott az autó, és nem tudtam kiszedni. Aha. Esélytelen volt, hogy onnan kiszedjem, és akkor végül felbaszta az agyamat, és azt mondtam, hogy na jó, ennyire ott akarsz maradni, akkor ott maradsz. És végül is... Azért örülök, hogy végül is jól becsúszott, aha, mert azért elég jó mélyre sikerült menjen. Igen, és jól esett, azt is, azt se hagy ki. Igen, ha már igen, ilyen jól körül írtad a tevékenységet, mutatom, akkor... Hogy kell kiszedni. Aha. Hát igen, ez így... Ez egy kicsit... Várjál, megoldom. Én is megoldom, várjál. Ne! Álljál már meg! Adjál már neki ezt. Érted, ilyen így mondod, hogy... Várjál, nem már, meg lesz, valahogy itt szenved, és a karaktered olyan nyugodtan néz, így nem látszik rajta semmi, mármint az a... De ez miért? Jaj, hogy te raktál az enyémre is, értem. Jó, hát nézem, hogy én hogy robbant akkor át, hogy még én is meghaltam, nem értettem a dolgot. De amúgy én a tiédet azért robbantottam fel, az ott is ragadt az enyém, ami kijött volna, csak így mondom. Tudom, de a tiéd is most már itt ragadt egy fánál. De szép, meggyújt a fa is. Hol? Ja, ott lent. De szépen világít itt. Jó, eltűnt. Hát de a fattól még világítem. Ám, az is kialudt sajnos. Kialudt. Elment a tüzelő, azért nem. Na jó, hát csak ennyi volt ez a keresdcsük, az autókeresős maratoni rész igazából. Miért mondod, hogy maratoni rész? Mert legalább... Mert három autót rejtettünk. De nem úgy, hanem... Maraton az hány kilométer? 45. Nem vagy vicces. Jaj, 41? Aha. Tehát akkor 42, és hogy maratoni rész legyen, akkor 42-szer kéne rájtsuk az autót, tehát így... És 42-szer nem rájtettük el. A picsába rohagy meg! Valahogy érezte, hogy ezt szokott csinálni. Na jó, úgyhogy... Passznád meg magad. Ennyi lett volna mára. Köszönjük szépen azoknak, akik itt voltak. Melléd lőttem. És még itt maradtam a tetején a fűnek. Nálam leestél, mint állat.